Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Két hét után újra jelentkezik Városrészek titkai című műsorunk. Nagyon-nagyon sok városrészben jártunk már, de még mindig nagyon sok van, amiről beszélni tudunk, hiszen Székesfehérvárnak meghatározó és gyönyörű városrészei vannak. Amivel a mai napon foglalkozni fogunk, Alsóváros, Sóstó és Maroshegy. Egy picit az a város, a városnak az a része, ami nekem is egy kicsit ismeretlen volt. Persze, akik ott élnek, azok úgy gondolják, hogy mindent tudnak saját környezetükről, de ha nézik ezt a műsort, rá fognak jönni, hogy sok újat is megismerhetnek. És ez köszönhető vendégeinknek, úgyhogy köszöntöm már is a stúdióban Váci Márkot, a Magyar Városkutató Intézet munkatársát, a műsor állandó szakértőjét, akinek azért köszönöm meg most külön az eddigi közreműködést is, mert a visszajelzések alapján de hatalmas nagy sikere van a műsornak, és ez nyilván köszönhető a te tudásodnak. És azért azt is elárulom, hogy többen megkérdezték, hogy tényleg fejből mondja? Tényleg fejből, bár az évszámokkal néha azért gond van, vagyok én is. Úgyhogy hát van, amikor ezt elárulhatom, van, amikor ilyen körülbelüli időszakokról szoktam beszélni pont emiatt, de ha valakit nagyon érdekel a szakirodalomban, úgyis utána tud nézni, utána tud olvasni. Igyekszem minél pontosabban beszélni ezért mindenről. Tehát csugógépünk nincs, Márk mindent fejből tud. Azt is, hogy kit hozott el vendégként a mai műsorban. A mai vendégünk Kegye Győző, az Icarus nyugalmazott mérnöke, a gyár történetének kutatója. Ráadásul a fehérvári repülés történet jó ismerője, és hogy hogyan kapcsolódik össze a két téma, az ebből a műsorból ki fog derülni. Így van, azzal fogjuk kezdeni most is, amivel szoktuk, be kell a határokat jelölni. Most itt azért kicsit bonyolultabb a helyzet, hiszen három városrészt fogunk össze. Igazából úgy, ahogy a Búrtelep, a Vasútvidék és a Tóváros kapcsán itt is inkább egy nagy tömbben lehet ezt a területet elképzelni, hiszen éles határvonalak nincsenek a három kisebb városrész között. Igazából, ami mindenképpen egy meghatározó pont, az egyrészt a Széchenyi utcai vasúti aluljáró, ahonnantól már Alsóvárosról beszélhetünk, a hosszú sétatéri gyalogos aluljáró, ahonnan szintén még egy kis szakaszon az Alsóváros kezdődik, és aztán a Csíkvári útnak a túlsó felén vált át igazából a sóstói területre, tehát magának a tónak a környékét hívjuk Sóstónak általában, és a várostörténészek, építészettörténészek a Balatoni vasút vonalnak a túlsó felére teszik általában a Maroshegyet. Tehát lehet azt mondani, hogy a Balatoni úti felüljáró az egyik határa, mondjuk így, ami például a Palotavárostól ugye elválasztja, és ugye a klasszikus Maroshegy, az pedig a Balatoni vasútnak a túlsó oldalán kezdődik, tehát ugye a vasútvonalak zárják igazából körbe, a Maroshegyen ráadásul kettő vasútvonal is egyébként keresztül fut, tehát ez még inkább szabdalja ezt a környéket. Minden esetre nagyon nehéz egyébként ezeket ténylegesen szétválasztani. Alapvetően ugye a Sóstó és a Maroshegy közötti határvonalat a vasútnál szokták általában meghatározni, és ugye itt van egy olyan érdekes jelenség, hogy a Maroshegynek a legtöbb közintézményes középület ez a sóstói részen található meg egyébként, majd erről is lesz szó. A műsor folyamán most is láthatnak majd képeket, dolgoztak kollégáink is, friss és jelenlegi vágóképeket is hoztak, viszont vendégeink ...nek köszönhetően olyan csemegéket láthatunk majd régi fotókban, amelyel biztos, hogy sokan nem találkoztak még. Tényleg honnan vannak ezek a képek? Én ugye végignézhettem már, és egyszerűen csodálatos, hát a hosszú sétatér és egyebek, hogy néztek ki régen, tényleg csemege? Egyrészt, amit szoktam hozni többnyire, a Városkutató Intézetnek a korábbi fotó felhívására érkezett archív képanyagból származik. Győzőnek rengeteg ikaruszos, illetve repülőgépjavítós, repülés történeti anyaga van, rengeteg sok, és a Székesfehérvári Topotéka, mint egy nagyon jó webes felület is, egy kitűnő gyűjtőhely. Itt, ami a Sóstóra vonatkozik, az többnyire a Károlyi József Alapítványnak egyébként a tulajdonában megtalálható fotóanyag, amit a Topotékán is
közzétett a Városi Levéltárnak a kollektívája, úgyhogy ezúton is köszönet érte. A fotók és a vágóképek fogják majd segíteni útunkat, de mielőtt a képekre rátérnénk, egy összefoglaló történelmi visszaemlékezésre volna szükségünk, hogy mikortól jegyzük ezeket a városrészeket. Az előző adásban szóba került az úgynevezett Újfalu nevű városrész. Egy váralja település, ugye ez a Nova Villa, ami a Széchenyi útnak a két oldalán volt, a mai Széchenyi út két oldalán volt megtalálható középkorban. Ugye ez már a középkori városfalakon kívül helyezkedett el azoktól délre, és ugye a mai tóváros területén volt nagyjából megtalálható. Ez átnyúlik az alsóvárosnak a területére is, illetve ennek a régészeti területe, amit sikerült feltárni annak idején. Ez volt itt megtalálható, illetve voltak különböző Battyán nevű falvak ezen a területen, az egykori Csíkvár és Székesfehérvár között, ugye az egykori Csíkvárt ma Szabad Battyánnak nevezzük, de több ilyen Battyán nevű település volt megtalálható ezen a területen, illetve hogy a Palotaváros kapcsán szóba került például a Szent Királyfölde nevű kis középkori település rész, ezek voltak ugye megtalálhatók, de ugye a Sóstó és környéke többnyire egy mocsaras, homokos terület volt, és aztán ennek részben a kiszárítása, részben ugye a homoknak a bányászata, felhasználása révén alakultak ki olyan területek, amelyeket aztán a későbbiek folyamán jellemzően egyébként már a 20. század első felében építettek be. Közben egy utcanévre már is magyarázatot kaptunk, mert hogy a Csíkvári út akkor ezek szerint ezért Csíkvári út, mert hogy régen Szabadbattyán Csíkvárnak hívták. Így van. Biztos, hogy sok ilyen lesz majd még. Ugyan mi most nem látjuk a képeket, de azért kezdjük el, beszéljünk róluk, hogy a szőlők, mert hogy Présház és Pincék, nekem ez azért volt meglepő, mert ugye a szőlőt az általában domboldalra, hegyoldalra kötjük, ez pedig egy kifejezetten sík terület. Így van, hát ugye a 19. században volt egy nagyon fontos történelmi esemény, amelyet már az akkori történetírók is jegyeztek, és a 20.-21. században még inkább előtérbe kerül, hogyha gazdaságtörténetről beszélünk, ez az úgynevezett filoxéra vész, ami ugye az országnak jelentős területeit érintette, ez hatalmas nagy szőlő területek pusztulásával járt együtt, a szőlőskerti állománynak igazából a pusztulását ez okozta, viszont ugye a Maroshegy, illetve a Sóstó környéke egy homokos terület alapvetően, és ezen a homoktalajon viszont ez a filoxéra nem tudott tenyészni, tehát ez okozhatta, illetve ez vetítette előre a Maroshegyen, illetve a Demkóhegyen, ennek egy kisebb, szorosabban vett területén kialakult szőlőhegyi kultúrának a kezdeteit tulajdonképpen, tehát ez a 19. század második felére tehető inkább. És még mindig felelhetők présházak, bár mondtad, hogy kevesebb, mint amire számítottál. Igen, ugye én néhány éves anyagokból szoktam általában dolgozni, tehát amikor például a vágóképekhez a listát összeállítjuk, akkor ezt nem előzi meg ugye terepbejárás, hanem mindig ott a helyszínen tapasztaljuk, hogy milyen az aktuális állapot. Hát így történt, hogy egy ilyen 4-5 éves anyagból dolgozva felírtam magamnak, hogy mely kis Maroshegyi utcákban találhatók különböző jellegzetes présházok, és amikor megérkeztünk az operatőr kollégával a helyszínre, akkor kiderült, hogy hát volt, amit már elbontottak, hogy a mögötte lévő emeletes családi ház látszon, vagy olyan állapotba került, hogy már nem lehetett megmenteni, illetve olyan is volt, aminek mondjuk üzletet építettek a helyére. Ami megmaradt, azt a tévénézők láthatják, hiszen a Temesvári utcából és a Nagyszebeni utcából is készítettetek felvételt, ahol megmutattuk a Szőlőhegy régi présházait. A Szőlőhegy után akkor térjünk rá a Sóstóra, amiről azért is beszélek szívesen, hiszen az utóbbi időben nagyon szépen rendbe rakták, és nagyon-nagyon szeretik a székesfehérváriak. Amikor az első tervek készültek ennek a területnek a házhely kiosztására, 1826-ban született egy kataszteri térkép Wüstinger József mérnök jóvoltából, és aztán két évvel később már a Sóstó környékén 73 darab házhelyet terveztek meg,
A mellékelt térképen egyébként az is látszik, hogy az akkor még Tóvárosnak nevezett és a Tóvároshoz tartozó városrészben kik rendelkeztek földterületekkel, illetve lakóházakkal, és az is, hogy kifejezetten a tóhoz közeleső részen voltak megtalálhatók ezek a házhelyek. Mondom még egyszer, 73 darab. Nyilván azóta ez jelentősen beépült. Ugye ez nagyjából a mai Széchenyi utcának, illetve a Szárcsa utcának a nyomvonala. A Szárcsa utca elnevezés is egyébként kifejezetten a Sóstóhoz kötődik, hiszen maga a Szárcsa, mint madár, ugye a Sóstónak egy jellegzetes madara. A másik térkép, amit itt láthatunk, 1882-ben készült. Itt már ugye egy beépültebb területről van szó. Ugye elindult a parkosítás az 1830-as években, kiépültek a különböző sétányok. Schmölz-Lipótnak, vagy németesen Leopoldnak, a helyi bádogos mesternek volt egy kezdeményezése, hogy ezt a területet parkosítani kell, és 1825-ben ő elkezdte fákkal beültetni egyébként a környéket. Több tízezer fát ültetett körülbelül két évtized alatt, és a munkásságát megköszönve 1838-ban egy emlékoszlopot állítottak. Ennek az emlékoszlopnak olyan szempontból kalandos története van, hogy amikor az operatőr kollégával kerestük a sóstói sétányon, a stadion közelében, akkor hát azt vettük észre, hogy nem találjuk egyszerűen, de hát remélhetőleg majd visszakerül az eredeti helyére. Nyilván itt ugye a rehabilitáció miatt kellett ezt egy rövid időre elhelyezni innen. A sóstóra ment ki egyébként az úgynevezett hosszú sétány, amit ma ugye hosszú sétatér néven ismerünk. Ez kezdődik ugye a vízügyi igazgatóság, illetve az iparkamara épület tömbjétől, és tart egészen a sóstóig. Illetve ugye hosszú sétatérről beszélünk egészen addig, amíg el nem érünk a sóstói temetőig, és ugye a temetőtől pedig ma már Temető utcának nevezik ezt a területet. Korábban a 20. század első felében ez még hosszú sétány vagy hosszú sétatér volt. Archív felvételek mutatják, hogy milyen gyönyörű is volt valójában ez a sétány annak idején, mintha kicsit változott volna a helyzet, mert ugye most, ahol a sétány van, épületek vannak, méghozzá ipari és egyéb jellegű épületek vannak, ahol viszont a sóstó közvetlen környéke van, ott a természet vette át az uralmat, és nem az épületek vannak. Egyébként a sóstó eredete hova is nyúlik vissza? Hát a sóstó eredete ez nagyon régre nyúlik vissza. Alapvetően ez egy természetes képződmény egyébként. Egy vadregényes táj volt még a 19. század első felében is, amikor ugye elkezdték a parkosítást és kiépítették az úgynevezett fürdőterepet például, ugye a természetjárók, természetvédők egy kabinsort is létrehoztak, hiszen ez egy fürdőterületként működött. Erről is van képünk egyébként, így fogják van. Látni majd. Fürdőterületként működött nagyon sokáig, és aztán az 1950-es évektől létrejövő különböző ipari üzemeknek a szennyvizét sajnálatos módon csatornákon keresztül ide vezették le, és egészen a 2000-es évek elejéig ez a terület, ez egy rendkívül mocsaras, eliszaposodott, még azt is lehet nyugodtan mondani, hogy egy büdös, alapvetően büdös és kellemetlen szagú terület volt, és aztán ugye elindult ennek a rehabilitációja, ami ugye nemrégiben befejeződött, és most már tényleg az eredetihez közeli állapotban tekinthetjük meg. Nyilván hát azért parkolóépítésre és egyebekre, sétányoknak a kialakítására sor került, de ez kifejezetten azért, hogy a látogatók megfelelő helyen ugye meg tudjanak állni, és onnantól pedig ugye gyalogosan tudják megközelíteni különböző helyszíneket. A stranduláshoz képest ezúttal az állatok és a növények vették át a telepet, hiszen nagyon változatos állat- és növényvilága van jelenleg a sóstónak. Egy zöld tanyáról is hoztunk egy képet. Mi a jellegzetesség és mi az érdekessége ennek az épületnek? A zöld tanya korábban egy csőzház volt, a maroshegyi, illetve a sóstói szőlőket innen őrizték, és aztán, amikor a sóstónak ezen a részén a szőlőterület megszűnt, kivágták a szőlőket, házhelyeket alakítottak ki, illetve megjelentek az első kezdetleges utcák, akkor ez a csőzház is elveszítette a funkcióját, és aztán hát voltak különböző lakói, többnyire hajléktalanok vették ugye igénybe,
egyfajta szállásként, és a 90-es években a helyi természetvédők körében merült fel az a gondolat, hogy ha már ilyen közel van a Sóstóhoz és egyáltalán a sétányhoz, akkor érdemes lenne itt egyfajta, ha nem is látogató központot, de egyfajta kis fogadó épületet kialakítani, és ezt aztán rendbe is hozták. Egyébként azt is tapasztaltuk a kollégával, hogy most is éppen tereprendezés folyik, tehát folyamatosan karbantartják ezt a területet, és ápolják is. A terület közlekedéséről is kell ejtenünk néhány szót. Hát ugye a vasútról már beszéltem, ez egyébként a lakás tekintetében is egy rendkívül vonzó tényező volt, hiszen egyrészt a vasútra jöttek ugye nagyon sokan vidékről, nem csak a megye településeiről, de más megyékből is dolgozni munkások, másrészt pedig őket ugye le is kellett telepíteni valahol, tehát ezen a környéken épültek, akár lehet azt is mondani, hogy lakótelepek, de ezek még jellemzően ugye családi házas telepek voltak, és ugye aztán a buszközlekedés is bekapcsolódott ebbe a folyamatba, ezt napjainkban is tapasztalhatjuk, megindultak a különböző buszjáratok, főleg a déli települések irányába, ugye erre folytatódott tovább a közlekedés. Ez főleg ugye a Palotai útnak és a Vörösmarty tér környékének a kibővítésével fokozódott. Az egykori vámházról is tudunk megmutatni képet, elég különleges ez az épület egyébként. Ma már elég különös állapotban van, hiszen egyrészt kereskedelmi létesítmény. Na itt a különlegesség, amit látunk. Másrészt egy lakóház igen, található, meg az egyik felének a felében, tehát mondjuk azt, hogy a negyedében. És a másik félben, tehát a következő két negyed az viszont teljesen üres. Tehát nincsen funkciója, a tulajdonviszonyokat sem nagyon sikerült felderíteni, a homlokzatot is egy ilyen érdekes megoldással választották ketté, tetőablakot azt már nem vették bele, tehát ennek most egy ilyen furcsa sorsa van, minden esetre Fehérváron ez az egyik vámház a háromból, ami még egyáltalán látható. Ami most mutatja a múlt és a jelen kontrasztját, de igazán szépen. A Széchenyi utcai hídról is vannak archív felvételek, amelyeket érdemes megnézni az építkezésről. Igen, 1931-ben készült egyébként ez a fotó, a webhely tanúsága szerint, ahonnan ezt sikerült letölteni. Korábban egyébként a vasútvonal ugye a magával az úttal egy szintben ment, és ez igazából el is vágta az alsó várost a városnak a többi részétől, és aztán hát ugye a közlekedésnek az elősegítésére jött tulajdonképpen létre már ez az aluljáró, hogy aztán ugye egyrészt autókkal, másrészt ugye lovaskocsikkal, szekerekkel lehessen közlekedni ezen a környéken, és hát ugye természetesen gondoltak a későbbi tömegközlekedésre is nyilván. Miután megnéztük az aluljáróval kapcsolatos képeket, és itt az ideje, hogy rátérjünk a repülés témára, ami hát Székesfehérváron azért is érdekes, hiszen több repülőtér is volt. Tehát Székesfehérvárat mindenképpen össze lehetett kötni a repüléssel, de a repülőjavító ez meg különösképpen egy fontos terület, és én azt hiszem, hogy Kegye Győző itt fog csatlakozni majd a beszélgetésben. A repülőjavító történetét idézzük fel egy kicsit. Hát igen, gyakorlatilag azt tudjuk, hogy 100 éve elmúlt, 2016-ban ünnepeltük a repülőtér megalapításának 100 éves évfordulóját. A monarchia idején fontos volt a hadi felhasználásoknak a szorgalmazása, kifejlesztése, és így került sor Fehérváron, ez egy gyakorlótér volt valamikor, amikor a monarchia hadvezetése úgy gondolta, hogy először egy gázüzemet létesítenek, ez a Szabadbattyáni úton a rádiótelep irányába. Egy képen talán azt hiszem van is rajta, meg is nézzük hamarosan a képeket. Be van karikázva a gázgyár, amelyik a első világháború alatt a léggömböket, a megfigyelő légbalonokat töltötték hidrogéngázzal, és onnan vezették ahhoz a telephez, ami most már az Ikarusz telepe, régen pedig ugye a repülőgép javító üzem. Iratokat látunk közben a képen. Igen, mit lehet tudni róluk? Alapító iratok. Ebbe a monarchia hadvezetésének az egyik irat az, ami megjelent, és Sára Gyula
polgármester felé ebből a kéréssel, hogy itt a Monarchia hadvezetése egy hidrogéngáz üzemet és egy valamilyen repüléssel kapcsolatos telepet kíván létesíteni. Ez egy nagyon érdekes ez a kép. Ezt nem olyan régen a Facebookon kellett erre egy kis szöveget is írnom, akkor jelent meg, valaki kérdezték. Ugyanis ez a vágányrendszer, a piros épületek, amik ott láthatók, azok a mostani hajdani repülőgépjavítóüzem ős épületei, a régi repülőtéri épületek, de a másik oldalon, ahol a vágányrendszerek vannak, ott a mostani volt Ikaruszos lakótelepnek mondhatom, vagy a régi nőtlen tisztiszá, abban a mélyedésben a homok egészen a sorompóig, vagy az útig. Ugyanis azt akkor azért építették, mert egy az, hogy építőanyagot szállítottak, második része pedig ott létesült egy katonai tábor. De mivel vége lett az első világháborúnak, ez foglyótábor volt, hiszen ennek a nyomai a hősi temetőben is megtalálhatók, akik itt haltak meg foglyok, ugye idegenek, és az egy darabig barak rendszer volt, és a trianoni szerződés után azok a vágányok még arra voltak használatosak, vagy az a barakrendszer, hogy menekülteket is betelepítettek ide, viszonylag rövid ideig. Aztán ugye ez elbontásra került, egészen másra került felhasználásra. Ez az egyik ős nyoma a repülőtér alapításnak. De a másik nyoma az, hogy gyakorlatilag a hadvezetés úgy döntött, hogy légiforgalmi célra szeretné igénybe venni azt a területet, ami most a régi repülőtér, most már az Osan áruháztól kezdve ott már minden ott van, amit épült. Ez egy gyakorlatilag a hetes útig, a régi hetes útig, vagy a strádáig, rosszul mondom, a strádáig tartó hosszú terület volt, ezért lett Tácsi repülőtérnek is mondták ezt, mert Tácz falunak egy telek része, és benne volt erre a területre. Megtörtént ez a döntés, és elkezdődött egy építkezés, amikor gyakorlatilag 1921 őszére 17 épület, amikor pirosra voltak jelölve, elkészültek, és ekkor felajánlotta a hadvezetés, hogy légiforgalmi célra legyen alkalmazva ez a repülőtér. Hozzá tartozik, hogy ez egy alapcsövezett, a homokos területen a vízelvezetést biztosító, egyik legmodernebb repülőtérnek készült itt Fehérváron. Na most, ez nagyon érdekes dolog van, mert volt egy olyan dolog is, hogy felajánlotta a városnak a honvéd, tehát a katonai kormányzat, hogy valamit kezdjenek ezek a repülőtér épületekkel, és ebben az időben a város tehető vállalkozói egy ipari, mondjam azt mondom, hogy ipari parknak az ősét akarták megvalósítani itt ezen a területen, hiszen készen voltak már, hangárok is voltak, egyéb épületek is, hát akkor nem valósult meg, most már viszont ipari parkként működik. Ezt követően kezdődött a repülőtérnek a fellendítése, mert a trianoni békeszerződés miatt a Szegeden lévő ajdani repülőgép javító üzemet ide telepítették Székesfehérvárra a szerb határ közelsége miatt. Megint csak azt mondom, hogy a történelem ismételte önmagát, mert az 50-es években Tito láncos kutya lett, de akkor már nem kellett a repülőteret eltelepíteni, mert már itt volt Fehérváron. Na most ennek megfelelően kezdődött a fejlesztés a repülőtérnek. Először az Albert falvai, ja, volt egy olyan az első világháborúban, gondolom sokan a történelmből is azért hallottak róla, repülési tilalmat vezettek be a volt központi hatalmaknak, vagy nem is tudom, hogy nevezzem inkább, az Osztrák-Magyar Monarchia Németország területén és Magyarországon is többek között. Semmiféle repülés nem volt, összevágták ezeket a repülőgépeket, repülő dolgokat, és volt olyan, hogy csomót elrejtettek. Nem tudni, hogy csinálni, de az albertfalvai repülőtér és repülőgép gyár anyagait, az első világháború egy gyár volt,
később fonógyár lett egyébként a Babu Textil, vagy nem tudom melyik művek. Na mindegy, ide telepítették az anyagait. Először itt dolgozott csak 45 ember körül, belül egy raktári dolog volt, szortírozták és egyéb, majd megszületett az ötlet, hogy ha már ide telepítették ezt a szegedi üzemet, akkor itt repülőgép gyártás vagy javítás történjen. Hát vegyes volt, mert javítás is volt, meg gyártás is. Több minden érdekes, 30-valahányféle repülőgép típusa volt akkor a ilyen szedett velet mindenféle helyről származóak, azoknak a javítása is történt itt Fehérváron, de volt néhány olyan típus, többek között Hungária néven ismert repülőgépek, kiképző repülőgépek voltak, abból egy 80 darabos széria is készült el. Nagyon kevesen tudnak róla például, nagyon érdekes, hogy ezek a Hungáriák, ezek itt nem csak javítás volt, hanem itt készültek. Talán annyit lenne még érdekes ehhez hozzátenni ez a repülőtéri dologhoz, hogy először a neve repülőgép anyagszertár lett, aztán sóstói gépműhely, ez már egy kicsit már lehetett látni, hogy ott valami mocorgás volt, majd később a központi repülőgépjavító üzem alakult meg 26-ban. És itt van egy nagyon érdekes dolog, mivel kellett repülő szakembert neket képezni, és nemigen volt a megszüntetett monarchia, ugye inkább osztrák területeken folytak ilyen képzések, ezért létrehoztak egy repülőgép vagy repülőgép és motorszerelő szakiskolát. Ezt úgy hívták, hogy REMOSZ. Ez volt a katonai rövidítése 1928-ban. Ez egy, hogy mondjam, univerzális repülő szerelő szakembereket gyártott, vagy rosszul mondom, hogy gyártott, képzett, akik a gyártásba is befolyva irányítók lettek. Ugyanakkor egy csomó neves repülőgép konstruktőrt telepítettek ide katonaként, mert mindenki katona volt, a REMOSZ is. Többek között ekkor, akik aztán később hírnevet szereztek maguknak különféle helyeken. Ilyen volt, mint ahogy ez a repülőgép motorszerelő iskola. Ebben jó pár ember dolgozott, én is dolgoztam velük, sőt az én apósom is egyébként itt végzett. És egy nagyon érdekes dolog van, ez egy kicsit már az újkorba tendál. Az iskolai végzettséget nem fogadták el az első időben 1946-ban, középiskolai végzettségnek. Na most egy kicsit párhuzamos ezzel, ismerős az a név, hogy a jutasi őrmesterek, vagy hát mindenki az őrmestereket emlékezte, az már csak a második világháború, mikor elfogytak a tiszthelyettesek, akkor lettek őrmesterek. Ezek őrvezetők tizedesként végeztek 4 év után, és kifejezetten ők is egyébként ilyen alacsony rendfokozattal, de hivatásosak lettek. Na most ezek az emberek, akikkel dolgoztam, volt, aki technológus volt az Ikarusznál nyugdíjazásig, volt, aki üzemtechnikusként működött, szóval hihetetlen megbecsült, nagy tudású, szerteágazó, inkább úgy mondom, a csínyát, bínyát ismerő dolgokra tanították meg őket, és ezt nagyon jól fel is tudták használni a háború után, de a háború előtt is, többek között. Beszélünk itt, biztos hallani, a fehérváriak ismerik a Nemere programot többek között. Rotter Lajos is dolgozott itt, de ő viszonylag kevés ideig. Amikor a Nemere készült, akkor ő még nem volt itt állományban Fehérváron, hanem Budapesten működött a szakmába, és motorkerékpárral hozta ide le a terveket a fehérvári üzembe, és itt a fehérvári iparosok csinálták meg a Nemerét, ami hát ismert, ezt azt hiszem nem kéne, itt lehet is látni a Rotter Lajos, és mellette van a Hess Ákos, akiről azért érdekes néhány szót ejteni. Ő ejtőernyő üzemvezető volt, de ő ejtőernyő témába utazott, hogy így mondjam. Annak idején olasz és német ejtőernyőket használtak a repülőgépeken.
eléggé korszerűtlen, nehezen használható, nehezen felcsatolható, és a Hess Ákos tervezett magyar ejtőernyőt. Ennek volt egy üzeme is itt Fehérváron. Ott lehet is látni, hogy hányféle típust, egy hasernyőt, háternyőt, beakasztust és egyebeket. De a Hess Ákosról az is érdekes beszélni, mert utána a háború után emigrált Amerikába, az Egyesült Államokba, és ő tervezte az Apollo űrhajók lezálló ejtőernyői rendszerét. Tehát a Hess Ákos meghagyta, a nyomait ott hagyta az amerikai űrhajózásban is, annak ennél, hogy innen indult. Egy pillanatra azért érdemes behozni a jelent a múltban, nem erével kapcsolatban, hiszen az Albatrosz Repülő Egyesület és Józsa Dávidék dolgoznak rajta, hogy újra teljes valójában láthassuk. Évekig tart ez a folyamat. Amikor repülőnap van, akkor egy-egy folyamat részletet láthatnak a résztvevők, a vendégek. 2022-re ígérik Józsa Dávidék, hogy elkészül. Ez azért is érdekes, mert hogy a szárnya nagyon hosszú. Tehát azt hiszem, a szakemberek úgy mondják, hogy fesztáv, különleges, hosszú fesztávval rendelkező nemere, úgyhogy lesz nekünk még nemerénk, és volt nemerénk. Biztos, ugye lehetett is látni egyébként ezen az előző képen, hogy mekkora a fesztáv ennek a repülőgépnek. Úgy hívják, hogy szabadon hordó, ugyanis abban az időszakban még az volt a divat, hogy kitámasztó ducsosak voltak a szán. Nem tudták másképpen, vagy nem nagyon fordítottak arra, hogy átszámolják a régi típusokat és esetleg változtassanak, lett a nemere. Az hozzá tartozik, akkor ennyit azért érdemes elmondani, hogy a Rother Lajosnak ez a gépe a 36-os berlini olimpián repült, addigra készült el, amikor még Adolf úgy gondolta, hogy a hajdani következő olimpiákon a vitorlázó repülés egy szám, repülés is egy szám lesz. És ez egy bemutató volt, és akkor repült a nemerével egy világrekordot. De még hozzá tartozik, több neves ember dolgozott itt abban az időben. Ismerős a Műegyetemen Samu Béla professzor, aki szintén akkor már nem csak repülőgép javító, hanem repülőgép kísérleti telep is lett ez a cég, és ennek az egyik tervezője volt Samu Béla, aki később az Ikarusz buszok szilárdsági számításainak az ellenőrzését végezte minden esetben, mint műegyetemi professzor. Érdekesek ezek a dolgok. Másik híres ember, aki Kerekes Pál, aki később először századosként üzemvezető volt, majd utána a felszabadulás után, háború után visszakerült ide már, mint polgári alkalmazott. A Kerekes Pál akkor itt is üzemvezető lett, sőt, azt hiszem Fehérváron kevesen tudják, hogy a hajdani Vörös Október ruhagyár az egy ejtőernyőgép, ejtőernyőgyár volt a Vértanú utcába, és a Pali bácsi annak volt az egyik darabig az üzemvezetője, majd visszakerült ide a motorjavítóvállalathoz főmérnöknek. Sőt, igazgatója is volt, 1956-ban, 56 után, 57-ben körülbelül egy fél évig ő volt a gyár igazgatója is, akkor még motorjavítóvállalatnak hívták a céget. Van egy másik híres ilyen repülőszakember, a Friedrich Dezső, aki viszont innen került el úgy, hogy a pestvidéki gépgyárba megvalósították a sugárhajtású repülőgépek nagy javítását. Ez csak azért érdekes, mert ezek az emberek fiatal korukban itt nőttek ki, itt lettek híres és, hogy mondjam, neves repülőszakemberek. Van még ilyen, de hát az majd a háború utáni dolgokról, ha kell beszélni, akkor beszélünk, mert a Rubik Ernő is vitézkedett itt egyébként. Végig lapozgatva a repülőgép javítóról készült archív képeket, igen, és az ide köthető archív képeket érkezünk meg ismét egy mai képhez, egy vágóképhez, amely az áldozatok emlékművét mutatja, hiszen ezt is meg tudjuk mutatni a kedves nézőknek. És ezután témaváltás következik, maradunk természetesen a területen, hiszen ez ennek a műsornak a feladata. Vallás és temetkezéssel folytatjuk, szintén képek segítségével, de először is útmenti keresztek történetét ismerhetjük meg. Igen, hát a 19. század első feléből származnak a legkorábbi
ma is álló út menti keresztek Székesfehérváron. A Széchenyi utcában, ha erről a területről beszélünk, a Széchenyi utcában található a legkorábbi ezek közül. 1814-ben Hell György polgármestersége idején állították ezt a hálaadó keresztet, és egyébként, ha nem lenne rajta az évszám, van rajta egy nagyon jellegzetes motívum, egy koponya a képmezőben, ez alapvetően a 18. század második felére, 19. század első felére jellemző, tehát hogyha a felirat esetleg megkopik majd néhány száz év múlva, akkor is még azért lehet datálni valamennyire ezt a keresztet, illetve nyilván a környéknek a vallási hagyományához hozzátartozott, hogy amikor a templomok, illetve a város búcsúnapjain ugye kisebb-nagyobb körmeneteket tartottak, akkor a nagyobb útkereszteződésekben is ugye körmeneti, úgynevezett körmeneti kereszteket állítottak, amelyeknél ugye a környék lakossága összegyűlt, illetve a körmenetek résztvevői ugye megálltak imádkozni, akár egy-egy szentbeszédet meghallgatni, és aztán úgy mentek tovább. Tehát akkor két ilyen kereszt is van, egy a Temesvári utcában, egy pedig a Széchenyi utcában, amely ma is ugye az egyik az alsó, kifejezetten az alsóvárosnak a keresztje, a másik pedig ugye a Maroshegyhez kapcsolódik. Kápolnáról is tudunk beszélni, méghozzá Szent István nevét viselő kápolnáról. Igen, említettem, hogy ugye a Maroshegynek a legtöbb középülete, közintézménye a sóstói oldalon található meg, van viszont egy nagyon fontos építmény, a Brassói utcában áll egy kápolna, az úgynevezett Szent István kápolna, ami az 1800-as évek második felében épült fel, és ez előtt szintén állítottak egy keresztet. Egyébként magáról az utcáról is nagyon nehéz észrevenni, nem csak a keresztet, de magát a kápolnát is, hiszen alapvetően egy kicsi építményről van szó, amit ráadásul az utca felől már benőttek az örökzöldek, úgyhogy nem csak fotózni nehéz, de észrevenni is az arra haladóknak. És jelenleg is működik? Igen, kápolna, igen, jelenleg is. Jelenleg is látogatható. Szolgál. Látható a képen is egyébként a kereszttel együtt ez a kápolna. A kápolna után Maroshegy templomáról fogunk beszélni, amely a Szent Kristóf nevet viseli. Igen, na ez már tényleg a sóstói oldalon helyezkedik el. Ugye a Batthyány utcában található meg, a vásártérrel szemközti területen. 1940-ben kezdődött ennek az építése, amikor is, akkor még ez a belvárosi plébániának a területe volt. A belvárosi plébánia a város törvényhatóságától kapott ezen az akkor még mocsaras területen egy néhány tereknyi kis helyet. Ezt sikerült ugye megfelelően kiszárítani, az építőanyagot ugye ide szállították. Proity Márton az első plébános volt az, aki ennek a templomnak az építését egyébként kezdeményezte, és 1940-41-ben ez az építkezés meg is valósult, köszönhetően a maroshegyi lakosságnak, akik nem csak hogy a téglát szállították, illetve a beton anyagot ehhez az építkezéshez, de magában a kivitelezésben is aktívan részt vettek, és ebből következően még a háború kitörése előtt sikerült egyébként ezt a templomot felszentelni. Úgy értve, hogy ugye Magyarország 1941 nyarán lépett be a II. Világháborúba, a templom felszentelése ugye ezt megelőzően megtörtént. Ugye tudunk olyan templomról, például a Víziváros kapcsán, amelyet pont a háborús időszakban kezdtek el építeni, és aztán nem sikerült befejezni. Hál' Istennek ez egy olyan templom, amit sikerült elkészíteni eddigre. És jól tudom, hogy a Prohászka plébániához tartozik a Szent Kristóf templom? Igen, igen. Egyházigazgatásilag most a Prohászka plébániának a része. Temető több is van ezen a területen, amelyről beszélni érdemes, és amellyel kapcsolatban képeket is fogunk mutatni, például a református temetőt már most láthatják a nézők. Igen, említettem ugye itt a városrészek kapcsán, hogy olyan nagyon éles határvonalak nincsenek. Ezt a három temetőt ugye református, evangélikus, illetve a katolikus is általában sóstóiként szokták emlegetni, de ugye a Csíkvári útnak a homoksor felőli részén megtalálható református, illetve mellette egy jó nagy parkolónyi, meg edzőpályányi kihagyással kezdődő evangélikus templom, temetőt általában az alsóvároshoz sorolják, és ugye a katolikus temető az, ami kifejezetten a sóstói részen található meg.
A vágóképek a református temetőből származnak, a 20. század elején épült egyébként a ravatalozó épület, és a kripta sorról került be kettő vágókép, az egyik Koronafi Károly fodrászmester, fodrászipartestület egykori elnöke és családjának a kriptáját ábrázolja, a másik pedig Akócs János családjáét, ugye Akócs János volt a Gőzmalom utcában, illetve a Királysoron megtalálható malomnak az egykori építtetője, akiről a Víziváros kapcsán ugye beszéltünk annak idején. És jött egy archívkép a Kaszab István temetésével kapcsolatban épp ehhez a városrészhez. Igen, ez már ugye a sóstói temetőhöz kötődik, ahol 1885-86-ban épült meg a kápolna, a Havranek fivérek Antal és Ferenc jóvoltából és tervezésében, és itt temették el először, és helyezték ideiglenes nyugalomra 1935-ben halál után nem sokkal Kaszab Istvánt, akinek ugye a hanvait, a földi maradványait 1938-ban, amikor a Prohászka templom felépült, ugye átszállították a templomnak a kis oldalsó kriptájába. Ezen a területen van egy látszólag parkosított terület, volt régen, ami nagyon elzárt volt, sokan nem is tudták, hogy mi van ott, ha csak nem az antennákról, a hatalmas antennákról, ez pedig a rádióállomás területe. Nagyon meglepő képet nyújt egyébként ma ez a terület. 2010-es örökségvédelmi hatástanulmányban még lehet látni például az adó vevőépületet, egyáltalán ugye az antennákat, amelyeknek a lebontásáról a Fejér megyei hírlap is ugye cikkezett annak idején. Itt például az egykori rádióállomáshoz tartozó lakóházak láthatók, a kezelő személyzetet és a családtagjaikat ezekben a lakóházakban helyezték el. Ezek ma már egyébként a lakóknak, illetve leszármazottaiknak a magántulajdonában vannak. 1923-ban indult meg maga az építkezés, és 1927-re készült el teljes körűen. Hát a műszaki részéről én nem tudok beszélni, mivel nem vagyok műszaki ember alapvetően. Az építészeti részéről annyit el tudok mondani, hogy ahogy az archív fotókon is látjuk, tehát így néztek ki valamikor ezek a lakóépületek, három darab egyforma lakóházat helyeztek el ezen a területen. Ezek ma is láthatók az Úrhidai út mentén. És aztán ugye itt láthatóak az állomásnak a különböző műszaki adó és vevő épületei, illetve a tornyok. Az utolsó archív fotó, ez pedig egy 1970-ből származó távlati kép, mindjárt fogjuk ezt is látni. Ezek jellegzetes épületek, 2010 előtt még lehetett ezekkel egyébként találkozni. Ma viszont már egy lakópark van itt kialakulóban és épülőben. Egyébként a Maroshegynek az újabb utcái mentén is ezek a lakóparkok és lakóterületek szerveződnek folyamatosan. Amikor a kollégával a vágóképeket készítettük, akkor ebben a labirintusban kanyarogtunk tulajdonképpen. Saját emlékeimet tudom hozzátenni, hiszen a Vörösmarty Rádió 1994-ben, amikor indult, keleti URH-n indult, és ezt az adást innen a rádióállomásról sugározták, tehát akkoriban sikerült oda ellátogatnom. Akkoriban gyönyörű park volt, tényleg fák és bokrok takarták ezeket az épületeket, és hát egy titokzatos világ volt az antennáival, tényleg olyan kis libabőröztető, de hát változik a világ, ez is változott. Még a motorjavítóról tudunk beszélni egy pár percet, amely hát szintén ide tartozik, csodálatos archív képek vannak hozzá, és itt már a műszaki érdeklődésű nézőket is kérem, hogy nagyon figyeljenek, hiszen tényleg nagyon csemegés, ahogy mondtam a műsor elején, amit láthatunk a képeken. Miről lesz szó, mit mutat nekünk? Hát maga az, hogy a gyártelep 45 után sorsa hogy alakult. Ugye rövid ideig, idézőjebben mondom, rövid ideig szovjet alakulat állomásodott a Fehérvár, hogy így mondja, elfoglalása után még egy darabig, de 1945-46-ban átadták a Magyar Honvédségnek. Ott még csak őrzések voltak, ezek az épületek nem voltak használatban. 1947-ben viszont történt egy döntés a Honvédelmi Minisztériumban, hogy újra repülőgép javítást kell csinálni. Mindenképpen szükséges, hiszen
feltöltötték a légierőt gépekkel. Itt majd álljunk meg a képekkel, bocsánat, a kollégák segítséget kérem, mert tudom, hogy ezzel a képpel kapcsolatban például az, amit idén láttuk a személyautókat, igen, van információ, amit érdemes elmondani. Igen. Hát azért ez egy kicsit a későbbi időszak, tehát ez 55-56 a kiskocsik. Ezek, amik itt láthatók, ez az utolsó repülőgép egyébként, amit javított a vállalat 58-ba, ment el innen, ez a repülőgép, malévgép lett, és hát itt a cégeknek a emblémái láthatók, amik ugye a repülőtéri üzemek névváltozásait követték. Azért most a kisautókról is, persze, talán még azért ezt érdemes lenne egy kicsit, ez a kép, ami itt volt. Ugyanis amikor 1955-56 nyarán a magyar légierőt leépítették, akkor itt Fehérváron abból a típusból, ami a fő profilja volt a motorjavító vállalatnak, és 90 valahány darabot javított, kiselejtezték 150 darabot. Gazdag ország vagyunk, mert legalább egy maradt volna a múzeumi célra, de sajnos összevágták az egészet, úgyhogy egy darab nem maradt, egész Magyarországon még hozzá sem hasonló. Munka nélkül maradt a motorjavító vállalat. Ennek megfelelően, mivel itt minden szakma előfordult, asztalos kárpitostól a elektromos műszerészekig, rádióműszerészekig, motorspecialisták. Ezért profilt kellett adni. Azért szerencsére akkor az iparigazgatás ezt úgy csinálta, hogy nem maradhatott munka nélkül a cég. Ennek megfelelően vagy 35 féle, mindenféle gyártást ide telepítettek. Tizedes mérlektől a tévé átjátszó antennákig, amit ott az előbb lehetett látni az egyik képen, és a 56-os események alatt megsérült autók javítása is. Itt történt, azok voltak ott éppen a képen kettő, és ezek mellett vándorkeverő sajtkától élelmiszeripari gépekig, ilyen autodiagnosztikai, elektromos diagnosztikai berendezésekig, próbapadokig gyártott a cég mindent. De akkor jött az az ötlet, hogy valamikor a budapesti Mátyásföldi Ikarusz az 50-es évek elején gyártott úgynevezett Fakarusz autóbuszokat. Úgy nevezte a magyar köznyelv. Mert egyébként annak az volt a neve, hogy személyszállító, munkás szállító gépkocsi. Erre csináltak egy ilyen fapados bodegát, mi generációnk ezt jól ismeri, ebben hátul kipufogó csővel volt fűtve, szóval ez egy elég rázos volt, de nem volt ponyvás és nem fedél nélküli volt, világítás volt benne, szellőzés volt, szóval azért ilyenre jó volt. És ezeket 1959-ben a KGM úgy határozott, hogy pótolni kell, mert elkoptak. Ez valamikor 52-53-ban készült Mátyásföldön, ez a széria. És a fehérvári gyárat kijelölték, akkor már a 59-től motorjavítóból AMG lett, általános mechanikai gépgyár, hogy már pedig itt ilyen autókat kell gyártani. Az akkori gyárvezetés megtehette ezek szerint, meg volt az oka egy kicsit azért is, hogy miért ezt mellékesen zárójelben mondom. Volt egy nagyon jó támogató ebbe az akkori főmérnöknek, akit úgy hívtak, hogy Horváth Ede, a Rába főnöke, és sikerült kijárni, hogy szó se lehet róla, hogy ilyet kell gyártani, és elkészült az AMG 407-408 kisautóbusz, amelyből 300 valahány darabot gyártottunk, a képekben is szerepel. Ez lett aztán a Ikarusz előzménye. Igen, látjuk is a buszokat a igen, képen. Igen, itt van éppen ez a kis busz. És sokan összetévesztik, ez egy olyan, hogy csepelautó alvázas, tehát teherautó alvázra, és a felépítmény, ez készült itt, ez az AMG 407. A 408 egy kicsit lekerekített formák vannak az elején, gyakorlatilag ugyanazt tudta, abból is a kettő típus bárból készült a 300 valahány darab. Emellett speciális autógyártást is kellett csinálni.
hiszen ki kellett használni megint azokat a hozzáértő embereket, nem küldték el. Érdekes módon talán annyit érdekes lenne mondani, hogy a motorjavító vállalat 1247 fővel kezdte 54-be, és a létszám AMG nyitó, záró lett, mikor ugye megszűnt, és Icarus lettünk, akkor az 1257 fő volt a létszám, amikor az AMG nyitó létszám, és lett az Icarus. És azt hiszem, hogy itt kell megállnunk az Icarus kezdeténél, amiről biztos, hogy fogunk majd még beszélni, hiszen Székesfehérváron nagyon meghatározó, hogy szokták mondani, hogy vagy volt a családban Icarus, vagy ismertünk, vagy én voltam Icarusos, ahogy mondják a régi Icarusosok, úgyhogy innen fogjuk folytatni majd két hét múlva. Én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Kedves nézőink, a Városrészek titkai című műsorban a mai napon Alsóváros, Sóstó és Maroshegy volt a téma, és mint hallották, folytatjuk két hét múlva ezt a beszélgetést vendégeinkkel, szakértőinkkel, Váci Márkkal és Kegye Győzővel. De nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem jól szórakoztak, viszontlátásra!